Borsos adja be. Deák veszi le. Gól! 21 percig semmi nem történt. Ekkor Deák gyönyörű egyéni megmozdulása után a Sopron ledolgozza egy gólos hátrányát. 37. perc, Máriási a harmadik vendégszögletet rúgja. Milkram elől tovább csúsztatták, és nagyon jó helyen álltak a soproniak. Egy távoli lövés, Milkram ezúttal bravúrral védi Molnár bombáját. Kiratku Árpásinak vissza. Jó lövés, mellé. Adzsojev húzza középre. Tóth próbálta visszafejelni, még mindig ott van. Kosta lövi rá fölé. Nagy Jenő, Katona. Bém szerzi meg a labdát. Bém. Adzsojev kérte el. Nagyon jó labda. Óriási helyzet. És kivédi Molnár lövését Milkram. Tóth viszi el még fejjel, középre adja, a túloldalon Adzsojev, kimaradt. Deák, Jócsel, még tovább tudja tolni, majoros helyzetben, szándékos szabálytalanság. Hátulról felrúgták majorost, piros lap, Molnár áll ki. Negyed órával a rendes játékidő vége előtt, emberelőnyhöz jutott a Sopron, egy gyönyörű gól! Deák! Deák, aki az első mérkőzésen sárga lapok miatt nem játszhatott, ma már a második gólját lövi. Majoros. Korsós még fut a labdáért, és meg is előzi Dancsot. Korsós. Középen Ördög. Gól! Kiratku! 3-0 a 35. perc elején, és ezzel alig hanem a Sopron az NB1-be jut. Majoros középre, Kiratku, visszapattan hozzá, Kiratku lép ki, elviszi Dohot mellett, gól! 4-0. Kiütéses győzelem. A Diósgyőr annyira kitámadott, hogy teljesen fellazult a védelme, és a 42. percben Kiratku saját második gólját lövi, és a soproniak negyedik találatát szerzi meg. 4-0 a Sopron, NB1-es. 2 perc van hátra a mérkőzésből, már óriási ünneplés folyik itt Sopronban. A játék még megy, Deák. Deák egyedül! Gyönyörű megoldás! Deák! Dohot kijön, és Deák belövi! 5-0 kérem szépen, hát erre egyetlen soproni szurkoló sem számított. Vége a mérkőzésnek! Hartman megkönnyörült mindenkin. A közönség befut és ünnepli a soproni labdarúgókat. A város történetében először jutott be az NB1-be az EMDS Soproni LC. Először is gratulálok, hiszen Sopron városának először van NB1-es labdarúgó csapata. Diósgyőrben is megvoltak a helyzetek, de ott kimaradtak. Most viszont egyáltalán nem. Köszönjük szépen a gratulációt. Azt hiszem, hogy erre az eredménybe álmunkba se gondoltunk. Nagyon bíztunk a továbbjutásba, de hogy ilyen biztosan, erre nem számítottunk. Meg kell mondanom, azért voltak kritikus pillanatok, mikor kapusunk gólhelyzeteket hárított, de ami utána történt, azt hiszem, hogy azt nem lehet elfelejteni. 1-0 után bizony voltak meleg pillanatok, és úgy érzem, hogy Molnár kiállítása volt a döntő mozzanat. Nem, azt nem mondanám, hogy az, mert a második félidő elején hát visszaesett egy kicsit a csapat, akkor kezdett idegeskedni, mikor érezte, hogy hát esetleg NB1-esek lehetnek, voltak, hangsúlyozom, kritikus olyan pillanatok, mikor a Milkram már utolsó pillanatban hárított, de ezen áttette magát a csapat, és hát ezt, amit utána produkált, azt hiszem, hogy azt nem kell megmagyarázni. Az NB2-ben a legeredményesebb volt a Sopron, Diósgyőrben ezt nem bizonyították, most viszont pont ez döntött.
Hát igen, ez bizonyítja az, hogy a mellettem álló Gábor egész szezonban hármat rugott, ma, amikor kellett, szintén három góllal biztosította az NB-be egybevaló jutást. Szóba került ez az 1-0-ás Diósgyőri nyomás. Mennyire voltatok idegesek bent a pályán? Nagyon féltünk, hogy gólt kapunk, és szerintem mindenkinek megrengett a lába az NB egy tudatától, de sikerült túltennünk rajta, és végén még magam sem hiszem el, hogy ez történt. Olyan hihetetlen még mindig. Volt már ilyen mérkőzésed? Nem volt még, nem. Még nem. Soha nem rúgtál három gólt ezek szerint? Nem. Kettő már volt, de három még nem. És akkor most mi a cél? Vagy mi lesz az NB1-ben? Hát mi mindent megpróbálunk, hogy tisztes helytállást és Sopron város